Járvány, mindenki fürdöd ruhában, szüktetem magam a napon. Valahol messze délen, az örökös napsütésben, szirén énekemmel elcsábítom. Ó, drága követő rajongott te, már kapom össze magam, tudod? Hát te, hogy fityeg, mi a teteje, érted? Anyukám, fityeg a teteje. Bocsáss meg, követ... Jézusom, takard el piszkos párnáidat, Cilla! Figyelj ide, követő rajó, nem tudod elképzelni, de lerobbantam, de nekem holnapra össze kell magam szedni. Na, ma kimaradt a rédió, Cilla. Hát gondolom, idegbe is voltál, hogy nem hallod az öreg Cillát kotkodácsolni, érted, hajnalban a rádióban száll. De megmondom őszintén, hogy főtelefonáltam őket, érted, a Pordán Petra kolléganőmet, tegnap főtelefonáltam, nyár van, mindenki fürdőruhá. Na, főtelefonáltam, érted? A Petrást, aki moziba volt, a valami My Name is Otto, I am Otto-t nézte meg, azt mondta, hogy halálja a film, és nézze meg. Tom Hanks, szála, várjál, remete lány, csak így hívnak, remete lány, akik hívnak, és akikkel sosem mentem. Van egy pár, nyugodt. De most ne tartsál engemet főfelé, mert a következő, ne azt nézd, hogy ez hogy bígyeg, érted? Meg így csinál. Ha, mert most muszáj, először is rendbe kell magamat rántani, hogy én holnap a Szombathelyen, érted, puposítsam a gyönyörű habkoronás tesztemet. Ámen. Ám kettő, még fontosabb, és ami még nagyon fontos, érted, mert most van, érted, van a Home Infosok, érted, és ők beszervezték, érted, a bútor, a lámpa és a lakástextil kiállítást a Bokcsarnokban, nagyon jó kis hétvégi program, ezt merem neked ajánlani egyébként. Én most oda elrohanok, mert halál kíváncsi vagyok, mert figyelj, de nincs fontosabb, mint hogy jól állítod be a fényeket, érted? Meg kell teremteni a hangulatot. Anyukám, neonba te nem teremted meg a hangulatod, érted, amikor ott akarsz egy kicsit fűszoknyába vagy habkoronába ugrálni, akkor gyertyák kellenek, hangulat, fények, képzeld el, ezt elmondom most gyorsan neked, aztán rongyolok, mert nincs időm. Menj el, ha van időd vagy kedved, a Dérinébe. A Dérinének például olyan, mert ugye a Kristóf, ugye az ottani vezető, az ért a fénytechnikához. És olyan hangulat, jó, nem láttad az étlapot, mert vaksötét van, de olyan fényhatások vannak, amitől a hangulat meg van teremtődve. Úgyhogy te is hallgassál rám. Anyukám, szépülünk, gyönyörűen, nézd meg. Várjál, mert túl erőtte állítottam, pillanat. Gentle. Jaj, nekem a gentle kell. Világ életemben csak a gentle nyugtatott meg. Drága követő rajongó. Na, gyorsan elkészülünk, haj megszárad. Valami emberi ofát kéne fölül. Jé, emberi ofa, várjál, hozom a izét, a pupos krém. Várjál, mert az a szalomba van, ott lögtem magát. De most oda megyek ki, érted? Te ne leszkelődj. Oda rongyolok most ki akkor a Bokcsarnokba, aztán meg te jövöl utánam, remélhetőleg, hogy ha érdekel. Ha nem érdekel, anyám, te... Képzeld el, a Borosné, barátosnőm, beszerzett egy ilyen lemet, most azt mondja, hogy nagyon kíváncsi, hogy mi lesz vele. Ha mondom, mi lenne anyukám, puposítod magadra, és gyönyörű leszel, érted? Nagyon óvatosan, ennyi, pif, 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 anyukám. Na, mit akartam, semmit, ja? Igen, gyorsan bedolgozom az arcomba, jól nézzek ki. Nyaknál is, nem kutakodsz, nem leszek. Szóval most azt akartam neked mondani, ja, már csak egy empőt, te, ez a cherry, a Tom Ford Cherry Smoke, ez olyan finom, ez pont most erre lett kitalálva, hogy én hódítsak. De azt akartam, hú, de jó. Hú, hogy azt akartam neked csak mondani, na ez üres, jó. Csak azt akartam mondani, hogy tudod, jön a tavasz, ismered a mondást, nem mondom el még egyszer, jön a tavasz, ugye, nagada. De hogy képzeld el, hogy most ilyenkor így meg vagyok vadulva, tudod, úgy új dolgokat akarok, új lámpákat, új konyhát, mindent, újítás legyen, de valami, anyukám, változzon, valahogy, Cilla, kap már össze maga, emberi formára. Ja, és akkor kitaláltam, képzeld el, hogy a
hogy csaptelepet cserélek. Itt, ennek itt a fürdőben nincs semmi baja, de ki fog jönni most a Gróinak egy ilyen töltöny Gró és az öreg Cilla, egy fekete. Ez pedig tőleg, ez több mint 20 éves, érted? És hát így, ha ezt lenyomom, akkor itt folyik a víz, de ez 20 vagy 23 év után szállok. Úgyhogy most nagy csaptelepes lesz a Cilla, olyan csere lesz, hogy megőrülsz, megvadulsz, érted? Csak a Gróe, anyukám, Deutsch, német minőség, jó nézze. Te, rajongva, te megindultam, mint a Darmol, érted? Muszáj, na, annyira kíváncsi vagyok erre az egész kiállításra, de most nem is ez a lényeg, nem ezt akarom mondani. Info, hotline, anyukám, kijött a második rész, Cilla in Disneyland, érted? Halál, jó, nézek YouTube-on, azt muszáj megnézed, de nem is ez a lényeg, figyelj, hogy te úgy érzed, és kedvet kaptál arra, hogy te megpattanjál Disneylandbe, semmi más dolgod nincs, nem kell erre így elverni a lóvét. Tehát milyen feladat? Fogod magad, veszel egy Coca-Colát, főtöltöd egy appot, amikor főtöltötted a Coca-Colás appot, akkor oda letöltöd a kupakban lévő számot, és nyersz. És már te már ott vagy Disneylandben, érted? Semmi más feladatod nincsen. Halál jó egyébként. Lehet, hogy most nem tudom, milyen lett az első rész, mert az már kiment. A második rész most fog kimenni. Ne lepődjél meg, anyukám, hogy így zögykölődünk. Hát ismered a pesti utakat. Jó néznek ki, érted? Kéne csinálnom egy ilyen Cilla aszfalt Kft. ZRT-t. Úgy betonoznék, anyukám, aszfaltozna a Cilla. Szóval ennyi a feladat, ne foglalkozz semmivel. Fogod magad, elröppensz Disneylandbe, egyébként érdemes elmenni, mert halálosan szórakoztató, ott fogod te lakni, érted, minden ott be van neked rendezve, Coca-Cola, letölt, kuponból a izé, vagy kupakból a izé főtölt, és te már szájéba is vagy, taka. Na, én már itt vagyok a kiállításon, mondanom csak, nézek, programfüzettel, mindennel, a Latszuláger, teljes idegben vagyok, halál jó dolgokat látok, várj anyukám kapcsoló, mondom, cserélek. Ezért van a kulják, nem? Andris doktor megérkezett. Ne haragudj, te mit keresel itt? Hogy kérdezelek már meg, szeretettel köszöntele. Nézzek el, Andris doktor? Tehát ez vagy? Hello. Te lakást felújítasz? Anna Máriának ilyen kapcsolói vannak. Pont ugyanez, csak fehérbe. Halálj! Ide lettem küldve, hogy megnézem a kapcsolókat, lakást felújítunk. A világ legstresszesebb dolga, komolyan mondom. Nekem mondod? Várjál, már vannak parkettek. Nem, Sanyika telibe ugyantott a parkettát, és meg kell cserélni. Nézd már, hallod? Várjál, ezt nem tudom megfordítani, csak így. Halál parkettás. Aha. Fű. Anna Marinak csináltam ebből a izét, most a lakást. Halál idegben, nem tudod elkezdeni. Hello. Szia, nem. Majd szólok? Jó. Amikor már rámugrott a kané, percig ne aggódj. Figyelj, kijöttünk a kiállításra, millió az ügy, nem tudod elképzelni. Először is van egy csomó bútor. Bútor kell neked, gyere, meg te ott nem tartasz. Bútor, hát még ott se tartunk. Még egy vissza legyen meg a lakás felújítása. Figyelj, a bútoroknál, melyem kinéztem egyet, annál tudsz itt, de nem akarom megmutatni az egészet, mert tessék kijönni. Figyelj, fénytechnikától kezdve lakástextilig minden van. Itt akarok nektek mutatni egy burkolóanyagot, mert ilyen olyan, mint a... Már nézd, amilyen masszázs jó kis... Mondtam, hogy lesz masszázsport. De úgy néz ki, meg a kanis elég jó masszörnek néz ki így. De várjál, most hagyjad ezt csórit. Anyukám, már röpülök rá. Ezt akarom megmutatni, mert ez egy gyönyörű szél. Ha ez neked tetszik, ezek a mészkő, és szerintem ezek magyar termék. Nézzel? Halál jól néznek ki. Szerintem ez csodaszép. Látod? Nálunk az irodában is valami hasonló van. Hello! Látod? Ez. Nézd, ő már ül. Te már a mészkőfotelben vagy, Andrisson? Igen. Halál jó! Mindegy, most a kulják azt akar, azt itt hagyom, már magyaráz a Kani neki. Vannak ilyen nagyon jó pofa Tiffany lámpák, azt megmutatom, várjál. Tiffany lámpa az anyukám, poposz előkelő. Kálófém. Nézed? Ezek az úgynevezett Tiffany lámpák, látod? Halál jól néznek ki, ez is. Látod? Közelről mutatom neked. Meg kell teremteni a hangulatot, érted? Szóval bármi van, most azt mondom neked, ugye megnézem a programot, de most hétvégén 21-26 között bármi van, anyukám, te robbantod ki a testedet ide a kiállításra. Bútorlámpa, lakástextil. Mindjárt megnézzük a lakástextilt, engem mondjuk az izgat, mint a Misuka pikpak szétkapta ezt a csicska kanapét.
kicsinálom magamat ezzel. Taka! És ezt nézd, van ilyen izé sofa dress. Hallod? Hát ez nekem ilyen kellett volna, és a Misu nem úrja szét az egész húzat. De jó! Ez majd mindjárt ilyesmi a színű. Hello! Ezt így ráhúzom a kanapéra? Igen, valá... ráhúzod, rakhatok bármilyen bútor a kanapéra, a fotelra, akármire, és akkor van egy új bútor. És ebben bármilyen szín, és akkor azért mérjem meg a kanapét, és úgy húzom rá. Persze, tehát nyilván van egy mérettartomány, de a legtöbb bútorra igazából ez egy standard IKEA-s bútor, a legtöbbre egyébként frankon rá. De jó, és itt vannak a fekhelyek. Ó, ez óriási. Na már ezért megérte kijönni. 100% recycled, nézd, easy to clean, Andrisom. Nem neked kell rajta feküdni, nyugodj meg, tudom, hogy még nincs ágyad. Nézd meg, rosszul viselkedelettel. Nézd meg, de ott vannak az ágyak, azok is jól néznek ki. Ami még nézd meg, ez még nagyon előkelő. Szóval millió dolgot találhatod itt. Nézd meg, italhűtővel, alaculáge, pakolóval, ilyen fény, olyan fény, le a fény, föl a fény. Ez is halál előkelő, ez a lámpa. Nézd meg. Szóval millió ügy van. Nagyon jó dolgokat találsz egyébként. Várjál, hát mondjuk, nézd, Cilla már begyűjti. Taka. Na jó van, Andis, akkor én elhagylak, intézd az ügyedet, mert csak körbe akartam menni veled itt minden. Én már nyugodtam a tanácsaidat. Figyelj, már rábeszéltem mindenre, a kutyahúzattól a kőig mindenre. Még itt vissza akarok menni egy ilyen világítást megnézni. De mondom, ha érdekel, ha ilyen ügybe vagy, most ezt be is szereztem, akkor rongyoljál ide, kimeneteljél, mert halál érdekes dolgokat, meg ötleteket ad. Tehát egy kiállítás azért jó, mert ötleteket ad. Ja! Jó áron tudsz vásárolni, erről nem tudja, csak mondom, taka.